Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, amit nem terveztem igazából, hogy meg fogok csinálni. Tudom, hogy ez ilyen nagyon sablon duma, de tényleg így van. Nagyon sokan kértétek, hogy legyen megint lovas bevásárlós videó, és egy kicsit, hát így most már, hogy átmegyünk télbe lassan, csináljunk egy ilyen kiadást is, és ezen kívül pedig az öcsém is nyaggat vele, hogy kellenének neki új cuccok. Úgyhogy mármint, hogy nem csak Sanyinak, értitek, hanem Enjoynak is, és igazából nem számítottam rá, hogy fogok tudni csinálni nektek lovas, nagyjából lovas témájú videót, nyilván egyértelmű okok miatt, de hát úgy alakult, hogy mégis, úgyhogy a helyszín az megint adott, megyünk a Horzéba, és be fogunk egy kicsit vásárolni takarokból, mert hát igen, aki egy kis ideje is néz, és érdeklik a lovas tartalmak, azok tudják, hogy Enjoy eszi a takarókat, de konkrétan, úgyhogy be kell vásárolni pár takaróból, hogy azért mégse fázzon meg az az áldott jószág, és ezt fogjuk már együtt elintézni, de ezen kívül ugye kell pár dolog még Enjoynak szállításhoz, kell neki szügyhám, meg nem is tudom, hogy mi kell még neki, de ezt menet közben mindenképpen el fogom nektek még mondani. Viszont induljunk el, mert rengeteg dolgom van még a nap hátra levő részébe, és kezdek megcsúszni vele. Úgyhogy vagy a kocsiból, vagy a Horzéból jelentkezem. És meg is érkeztünk, csak úgy, mint legutóbb. Yay! Öcsitől megkaptam a teljes listát, úgyhogy most már listával felszerelkezve elindulok befele, és kezdjük a válogatást. Na, sziasztok! Be is értem, és akkor elkezdeném igazából a lényegi résszel. Takarót, miért vagyok homályos? Takarót kell választanom Enjoynak. Ami igazából egy elég nehéz művelet, ugyanis, ahogy ezt az előbb is mondtam, már mindent leszed magáról, és mindenben melege van. Tehát a holland vére miatt sajnos nem tudok rá ilyen nagyon vastag, nagyon puha, nagyon jó kis takarókat venni, meg nyilván azért sem, mert féltem őket, hogy szétszaggatja. Viszont azt se szeretném, hogy megfázzon, úgyhogy ilyen közös megoldást kell választani, ami neki is jó és nekem is jó. És általában az ilyen megoldások szoktak azok lenni, hogy ilyen maximum 300 g töltetig szoktam választani neki takarókat, és olyat szoktam keresni, aminek tudjátok, elől is van csatja, a hasa alatt keresztbe, és a lába közt is, meg a farka alá is be lehet dugni. Tehát az ilyen, csak az olyan takarókat keresem, amin 50 millió csat és tépőzár és ilyen mindenféle beakasztó van. Úgyhogy most is ezzel fogok kezdeni, hogy itt az összes takarót végig fogom nézni. Láttam már egy-két olyat, ami tetszik, és kértem is egy kis segítséget, hogy mit hol találok. Úgyhogy ezzel fogunk kezdeni, hogy megpróbálok takarót választani, utána pedig megyünk tovább, és megkeressük a többi dolgot, amit összeírt nekem Sanyi. Szóval, egy kicsit megfordítalak itt titeket. Itt van ez a két takaró, ez áll inkább közelebb hozzám. Szóval, hogy ez a kék szín, ez a navy blue, tudjátok, nagyon szeretem Enjoyon is, és egyébként magamon is. És azért néztem ezt, mert tudom, hogy az istálóba kell egy ilyen 300 g körüli, ahogy mondtam, és ez egy az, hogy pont 300 g, kettő meg, hogy ilyen nyakasat szerettem volna nagyon régóta Enjoynak, és most mondta öcsi, hogy ő is olyat szeretne, úgyhogy ezt mindenképpen ki fogom kérni. Itt sorba ki vannak ugye rakva a takarók, és vastagság alapján vannak sorba állítva, tehát a polártól kezdve a nagy nagyon vastag istáló takarókig, közte az átmenetik, a karámtakarók és minden ilyen köztes apróság. Csak közben várom, hogy öcsi írja, hogy akkor melyiket szeretné, és közösen eldöntjük. És ezt, ahogy megnéztem, nagyon vastag csatjai vannak, tépőzárjai, úgyhogy szerintem ez simán működőképes tud lenni. Ezen kívül szeretnék nézni neki egy karámtakarót, amit még nem tudok, hogy miért szeretnék igazából, de nem polár, tehát tudjátok, olyat, ami
egy kicsit a szél ellen is véd, meg ha esetleg egy picit esik az eső, és nem azonnal tudjuk behozni őket, akkor az ellen is. Úgyhogy néztem ilyet is, amiben tudjátok, nincsen bélés, csak ilyen, hogy mondjam, ilyen szélcseki anyaga van. Ennek a polárnak a színe nagyon tetszik, de szerintem nagyon vagány. Ha lehetne, és nem félteném, akkor ezt a takarót vinném. Bivertigo takaró, iszonyatosan vastag, és azt hiszem, ha jól láttam, 400 vagy 450 grammos, és van egy ilyen kis vízlepergető külseje, tehát hogyha véletlen az istálóba, tudjátok, pisibe kakiba belefekszik, akkor nem ázik át azonnal, és ezt olyan szívesen elvinném, de nem lehet neki egyszerűen, meg tönkre teszi. Meg néztem egyébként ezeket, avalanche takarók, de nem vagyok még benne biztos, hogy mit szeretnék. Tudjátok, amikor kicsit túl sok a választási lehetőség, akkor így bepánikolsz és nem tudsz dönteni. Ez vagyok most én. Megpróbálom felhívni öcsit, és hát ha ő segít eldönteni, hogy mi legyen. Azt hiszem, hogy megszületett a döntés. Nem tudom, megfordítalak titeket. Szóval, hogy így egy kicsit jobban látjátok, ezt a takarót néztem ki karámos takarónak. Ebből majd mindjárt kérek méretet is, meg ezt néztem még egyébként, de ennek van egy picit nyakas része, tehát így a marjára egy kicsit rámegy, ez nagyon tetszik, de ez is jól néz ki, úgyhogy hát nem is tudom. És ebbe Sanyival is egyetértettünk, hogy ezt a takarót nagyon szeretnénk. Szeretnék nézni öcsinek egy nadrágot, tudjátok, egy kis plusz ajándék a gyereknek. Annyira aranyosak itt amúgy a csajok, mindig segítenek nekem válogatni, és megtaláltuk a tökéletes takarót, mármint hogy kettőt. Kiválasztottunk egy istálló takarót és egy karám takarót is Enjoynak, azokat, amiket mutattam, abból mindjárt hozzák nekem a méreteket, és ahogy mondtam, keresünk öcsinek nadrágot. Itt vagyunk a fiú nadrágoknál, és azt mondta, hogy valami vagány nadrágot keressek neki, úgyhogy igazából még gőzöm nincs, hogy mit keresek. Azt tudom, hogy nem kell neki teli szilikonos vagy teli bőrös, hanem csak tértfoltos, mármint hogy értitek, szilikon vagy bőr tértfoltos. Úgyhogy végigfutok gyorsan ezeken, és kitalálom, hogy miért viszek neki. Utána meg átmegyek ide a másik oldalra, mert láttam nagyon-nagyon jó Spooks sapkákat. Mindenképpen szeretnék magamnak egy nagyon jó sapit venni, mert iszonyatosan fázós a fülem, és hogyha egy pici húzatot is kapok, akkor úgy elkezd fájni, hogy napokig meg vagyok tőle halva, úgyhogy mindjárt keresünk egy sapkát is, de előbb gyorsan a drágot elintézem. Elküldtem gyorsan öcsinek ezt a két nadrágot, amit kiválasztottam. Az egyik az egy B-vertigo, ennek tudjátok, csak ilyen tértfoltja van, a másik pedig egy Spooks nadrág, ennek meg tért szilikonja van. Én erre szavazok, imádom ezt a szürkét, mondjuk a kéket is, de a tért szilikon az nekem nagyon bejön, úgyhogy ezt mindjárt még megmutatom neki, és akkor gyorsan eldönti, hogy melyiket szeretnék. Közben a takarókat mindjárt belerakom a kis kocsikámba, hogy tudjak még nézelődni egyet. Viszont nagyjából itt meg is állok. Azt mondta, hogy szütyhámot menet közben ő vett, úgyhogy az nem fog neki végül is kelleni. Úgyhogy elvileg én meg vagyok azokkal a dolgokkal, amik nekem kellettek, vagy hát nekünk kellettek. Majd mindjárt, hogyha benne vannak a kocsimba, akkor megmutatom még nektek, és ha minden jól megy, utána élesbe is láthatjátok őket. És akkor az előbb, amit mondtam még nektek, hogy egy satyit mindenképpen szeretnék. Nagyon tetszenek ezek is, viszont a hajamra is próbálok vigyázni. Úgyhogy vagy ez, mert ezen nagyon tetszik, hogy ilyen kis flitteres, vagy ez is tetszik, mert a zöldet nagyon szeretem. De a szürkét is. Olyan nehéz amúgy választani, nem? Én vagyok csak ilyen döntésképtelen. Na, sziasztok! Hát igen, egy kicsit később vagyunk, mint ahogy terveztem, ugyanis most egy nappal később van,
És hát innen még nem látjátok, de ha egy picit elforgatom, akkor se. Itt vagyok a Tatterzába, és itt vannak már öcsiek is, pont itt a kocsijuk mellett álltam meg, és a futó mellett, amivel jöttek. És itt van mellettem az összes cucc, amit vettem neki a Horzéban, és ugye én azt szerettem volna kibontogatni nektek, kicsit megmutogatni, még öcsi előtt, hogy lássátok. És ez sajnos nem jött össze, viszont itt mindenképpen meg fogom nektek mutatni, mivel öcsinek is most fogom először megmutatni a dolgokat. Úgyhogy szerintem indulok is, és megkeresem őket. Az előbb írtam már neki, hogy hol vannak, de nem különösebbképpen foglalkozik velem. Úgyhogy ide leteszlek titeket. Egész jó. Van itt egy kis szatyor, vagy lennie kell itt egy szatyornak. Itt van. Amiben benne van ez. Vettem egyébként neki két zoknit is, úgyhogy azt is oda akarom neki majd adni. Várjatok. Na mindegy, a másikat nem találom, de a lényeg az, hogy vettem neki. Ez amúgy egy horzés zokni, viszont megfogott, hogy wool blend, van benne igazi gyapjú, hiába kötött egy kötőtáru, hogyha nincsen benne igazi gyapjú, akkor nem lesz olyan meleg. És ebben meg van, öcsém meg nagyon fázós, úgyhogy arra gondoltam, hogy ez esetleg egy jó ötlet is lehet neki, úgyhogy ezt nem sokára odaadom neki, csak találjam meg. És ezt mondjuk ide rakom, mert nem szeretem, hogyha előre lóg. Ezt vettem még magamnak, képzeljétek el. Na, már most. Ezt inkább innen, ide. Én tudom, hogy azt mondtam nektek, egyébként nem hallom magam rendesen, tök fura. Tudom, hogy azt mondtam nektek, hogy nem szeretem ezeket, mert hogy kint van a fejem és az is fázik, viszont valószínű, hogy egy nagyon hülye méretű fejem lehet, mert nagyon rosszul állt a sapka. Iszonyatosan rosszul állt, úgyhogy aztán úgy döntöttem, hogy mégis egy ilyet szerválok be magamnak, mert sokkal kényelmesebb, mint a sapka, amit felpróbáltam, ami egyébként ugyanúgy spooksos, és ez viszont nagyon tetszik, és a fülemet ez melegen fogja tartani, úgyhogy igazából ez az egy, ami számít. Azt hiszem, most, remélem, hogy a hajam azért nem fog kihullani, és kicsit megint sokat beszéltem, úgyhogy most már felhívom Sanyit, és keressük meg. Szörnyű a világítás, de ezt nézzétek, kit szedtem össze. Mondom, kit szedtem össze. Hello! Ki? Megtaláltam Sanyit. Itt van elvileg bent Angel is, viszont még nem láttam. Úgyhogy együtt nézzük meg. Összesíthatlak, hogy itt van. Az jó, annak örülök. Szia! Hát szia, gyönyörűségem! Szia, szépség! Hello! Szia! Hát de szépek vagyunk ma is. Látom azért a fejed, Bibis. Igen. Itt a kis pofacsontocskáján. Szia! Szia! Nyad az ajam, úgy van. Jaj, de szép vagy! Szia, mucsus! Szia! Anya! Anya! Hagyjad inni szerencsétlen. Így áll szerencsétlen. Úgyhogy mindjárt megyünk vissza a kocsiba, és ezt az ütött-kopott takarót lecseréljük az újra. Felpróbáljuk, hogy jó-e Enjoyra, remélem, hogy jó méretet vettem, még emlékszem rá. Felpróbáljuk rá gyorsan a takarókat, aztán még mindig van rengeteg idő, mire Sanyi száma kezdődik. Úgyhogy majd kicsit később jelentkezem. Na, ezt tudjátok már, hogy megy, ha a lovardában vagyunk, akkor szörnyűek a fények, viszont nem tudom igazából úgy csinálni, hogy jobb legyen. Van itt egy szatyor, amit bent fogok megmutatni Sanyinak, és a benti takarót is bent fogom megmutatni, de itt van ugye a kinti takaró. Hosszított nyakú, amit kértél is, hogyha ha van, akkor ilyen legyen. Nézem az anyagát, mert arra kíváncsi vagyok. Hát elvileg vízlepergetős, tehát hogy ilyen, ilyen tök kinti. Aha. Ez egyébként, ezt a boltba világosítottak fel a csajok, amúgy innen is köszönöm, mert tök sokat segítettek, hogy milyen újdonságok vannak, mert azért valljuk be, egy kicsit ki vagyok esve itt a lovas trendekből, úgyhogy szükségem volt egy kis felvilágosításra, és a Horzénak van valami új
hát ilyen termékcsalád, talán mondhatom így, vagy egy ilyen új vonal, ez az Avalanche. És ebből vettük meg a takarót, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Tapira nekem tetszett igazából, meg így külsőre is tök rendben van. Viszont nyilván ez akkor fog eldőlni, amikor a macska használja, és Sanyi elmondja majd a véleményét. Az dob be a kocsiba, és bemegyünk gyorsan, megnézzük a másik takarót, meg a kis csomagot, amit hoztam neki. Először nem a takarót akarom megmutatni, hanem itt van nálam a szatyor. Fogd meg! Hogy csináljam, hogy jó legyen? Ne lessél, mondjuk, kezdjük azzal. Szóval, erről te nem tudsz, viszont az tiszta, hogy nagyon fázós vagy. Igen. És... ide is stimmel. Vettem neked két zoknit, ami wool blend, és tehát gyapjú van benne. Van neked egy olyan, meg egy ilyen. Elvileg mind a kettő nagyon vastag, úgyhogy ez azért van, hogy ne fázzon a kis mancsod. Egy kis hault is belenyomunk ide. Sajnos Bélát nem volt, de nekem ez nagyon tetszett, úgyhogy... jó szívítem, nagyon. Nagyon cuki volt, mert azt mondta, hogy kifizeti, viszont abba állapodtunk meg, hogy ha a felét ideadja, akkor bőven jó. Úgyhogy egy ilyen... ilyen. Észt azért nem kapott túl sokat a gyerek, de mindegy. Szóval, hogy abba állapodtunk meg, hogy így adtam is, meg nem is, felesbe megkapod. Viszont, mivel elég csöves most már a régi takarója, próbáld ki az újat, én azt mondom. Júj, nagyon izgulok! Nekem nagyon megtetszett, úgyhogy remélem, hogy nem nyúltam mellé. Gondolkoztam, hogy a lilát hozzam el. Van egy kis dizájnja is, de nem túl durva, és ez is az Avalanche. Itt van rajta a cetli, látod a Avalanche. Igen, rajta. Nem azt mondom, hanem itt vannak a részletek. Ah. Látod? Milyen részletek? Hát az, hogy waterproof, nem élesít rá, lélegző, és izé. Na? Az első szakteszt megvolt, kinyújtotta a nyelvét, úgyhogy tetszik. Hello! Sándor. Jaj, de cuki ez a ló! Elmondhatom volna, hogy ne legyen bekapcsolva semmi rajta. Te se álltál kétszer sorba, amikor az észt osztották? Nem, nem mondták még, merre kell menni. Gyerekek, olyan régóta szerettem volna nyakas takarót neki. Remélem, hogy nem fogja utálni. És annyi, hogy ezen fix a nyakrész, úgyhogy ha utálja, ha nem, ez rajta van. Hogy áll? Jaj, Istenem, nem vagyok benne biztos, hogy szereti. Az az igazság, hogy ez ilyen egyéni szoc probléma, hogyha nem szereti, hogy nyakas. Mindenképpen ilyet akartam neki, aztán Sanyi megerősített, hogy neki is tetszik az ötlet, hogy legyen ilyen. Úgyhogy el kell viselje. Mert az ablakban hideg van. Igen, szóval tudjátok, hogy át lett rakva egy ablakos boxba, az ő kívánságára, viszont ez ilyen kompromisszum box, hogy ha már ablak mellett akar lenni, és télen is kukucskálni akar, akkor kell, hogy legyen nyaktakarója is, mert nem vagyok hajlandó azt megengedni neki, hogy megfázzon. Hatalmas. Jaj, de szép vagy! Na sziasztok, már bent ülök a kocsiba, várom, hogy egy kicsit felmelegedjen és el tudjak indulni. Leversenyzett Öcsi, ahogy láttatok ti is belőle pár részletet. Második lett egyébként, egy nagyon-nagyon picikével maradt le. Nagyon ügyes volt egyébként ő is és a ló is. Enjoy végül megszerette a takarót, tetszik neki, nem akarja bántani, nem akarja megenni. Úgyhogy úgy néz ki, hogy mégiscsak egy teli találat volt ez a választás. Aminek egyébként nagyon örülök, mert nekem tényleg nagyon tetszik, és a lovon is tetszik, úgyhogy remélem, hogy meg is maradt tényleg. Viszont így, hogy a mai napnak vége, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a videónak is itt lesz a vége. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy megnéztétek, hogyha tetszik bármi, amit vettem, akkor azoknak a link jelent lesz a leírásba, keressétek ott. És hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, kövessetek Instán is, és még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, a következő videómban találkozunk. Sziasztok! Thank you.